A kálmánházi pihenőben kezdődött a rendőrség akciója kedden, de a 4 napos ellenőrzés idején számtalan helyszínre eljut majd a hatóság. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság ismét csatlakozott az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózatának ellenőrzéséhez. Így teherautókat és buszokat állítanak meg a megye útjain. Elsősorban a vezetési és pihenőidővel, valamint a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok betartását vizsgálják. Ezen felül természetesen a kollégáim, akik a megye területén ellenőriznek, naponta 7 csoportban és 10-12 helyszínen, azok gyakorlatilag kitérnek a gépjárművezetőkkel kapcsolatos egyéb más ellenőrzésekre is, itt a vezetési időt felül még a menetokmányokra vonatkozólag, természetesen légalkohol ellenőrzés minden esetben az ittas járművezetés kiszűrése érdekében végrehajtanak, és természetesen március 6-a 24 óráig el van rendelve a megye közigazgatási területére egy fokozott ellenőrzést, erre tekintettel a illegális bevándorlással, illetve illegális migrációval, embercsempészet, egyéb jogsértésre kapcsolatos cselekmények feldítésére, megszakítására tekintettel is ellenőrzik ezek a gépjárműveket. A rendőröket segítik a határrendészeti kirendeltség munkatársai is a helyszíneken. A hatóság tapasztalata azt mutatja, a teherautók és buszok vezetői nagy részt betartják a szabályokat, de egy-két szabálysértéssel mindig találkoznak, ilyenkor a szankció sem marad el. Ebben az évben természetesen itt a védelmi, illetve veszélyhelyzet által azért a forgalom másabb csökkent, mint a korábbi évekhez képest. Nem olyan számottevő most a gépjármű forgalom, mint a TGK-ra vonatkozóan, illetve az autóbuszokra vonatkozóan, mint egy másik időszakban, amikor normál üzemben vagy ügymenetben megy az ország és zajlik az életünk. Az ehhez hasonló ellenőrzéseken naponta akár 100 autót is megállítanak és megvizsgálnak a rendőrök. A mostani akció pénteken, február 12-én ér véget.